Alig egy hét van hátra az azerbajdzsáni női röplabda Európa bajnokságig. A magyar válogatott jelenleg Érden készül Alberto Salomoni szövetségi kapitány irányításával, a jelek szerint igen jó hangulatban. A lányok vidámak, jó a hangulat a csapaton belül. Persze közben fáradtak is, hiszen kemény munkát végzünk. Viszont majd a jövő héttől biztos eltűnik ez a lazaság, és mindenki csak az EB-re fog koncentrálni. Mi leszünk a fekete ló a csoportban, szeretnénk meglepetést okozni a továbbjutásunkkal. Ez nagyon nehéz lesz, hiszen Azerbajdzsán, Németország és Lengyelország is erősebb csapat, mint amilyenekkel a nyári Grand Prix-n találkoztunk. Szerintem jár az egész csapat nagyon izgatottan várja ezt az egészet, hát jövő héten utazunk. Most már tényleg a célegyenesben vagyunk, úgyhogy hogy mindenkinek kell koncentrálnia, hogy ez tényleg összejöjjön, és pozitív benyomásokkal térhessünk majd haza. Úgy megyünk oda, hogy 110%-ot adunk bele mindegyik mérkőzésbe. Nyilván kevesen vagyunk, de nagyon keményen dolgoztunk egész nyáron, és meg szeretnénk mutatni, hogy nem véletlenül jutottunk ki az Európa-bajnokságra, és nem feltett kézzel fogunk érkezni. Salomoni kiemelte, sztárok ilyen akkor lehet esélyük, ha csapatként fognak együttműködni. A csapategység az itt a válogatottnál mindig jó, tehát ez nagyon jellemzi a csapatot már évek óta, hogy nagyon egyben vagyunk, és egy célért küzdünk, úgyhogy tényleg egymást támogatva zajlanak az edzések is, és dolgozunk. Ez az egység az edzés csúcspontján is megmutatkozott, amikor a szövetségi kapitány vicces, de annál hasznosabb gyakorlat közben cinkos mosolyal az arcán látta el rosszabbnál rosszabb labdákkal a lányokat, akik közben folyamatosan egy emberként biztatták egymást. Stuck up on that stage singing, oh, I know. De nem csak egymásból merítenek erőt, van, aki például hosszú Katinka és egy kabala segítségét veszi igénybe. Van egy dedikált könyvem tőle, és ugye hát mind a két kötetet olvastam, úgyhogy ezáltal merítek erőt belőle. Én úgy gondolom, hogy óriási motiváció az a könyv, rengeteg mindent leír, a nehéz holdpontoktól kezdve, és nyilván tud segíteni. Ugye itt egy edzőtáborban azért két edzés között egy kis olvasás, egy kis filmnézés, ilyesmi fér bele a programba, mert ugye eléggé be van ütemezve minden időnk. Van-e esetleg valami kabalád, aminek megpróbálod az EB-n is igénybe venni a segítséget? Van, igen. Az egykori edzőmtől, Nagy Attilától kaptam egy kis plüss pingvint, ami minden meccsemen ott van már nem is tudom hány éve, nagyon kiskorom óta, és ő az én kabalám. Na de komolyra fordítva a szót. A magyar válogatott sorozatban második Európa-bajnokságára készül, ráadásul két év múlva is biztosan ott lesz, hiszen hazánk is helyszíne a kontinens tornának. Mondhatjuk azt is, hogy most tartunk a hazai EB-re való felkészülésnek a felénél. Hatalmas lehetőség lesz az a torna arra, hogy megmutassuk magunkat az egész országnak, hiszen rengeteg ember szurkolhat majd nekünk a helyszínen is. De addig is készülünk a meglepetésre Azerbajdzsánban. Az erőviszonyokat figyelembe véve éppen a házigazda ellen lehet esélyük kivívni a lányoknak a továbbjutást rögtön a torna első napján, vagyis szeptember 22-én. Egy, kettő, három.